Igen, nem tudták magukról levakarni, ilyenkor haltak ki a malájok. Na most, ahonnan eltűnik valami, oda kell, hogy jöjjön valami. Hát mik jöttek? Szerintem mik jöttek? Pontosan banánok, bakker. Benépesítették a banánok. Kihaltak a koalák, igen. Na de itt jön, bejöttek a banánok. Na most a banánok után, a banánok elkezdtek mutálódni. És mutáns koala banán. És mutáns koala banánok lettek, érted? Mert ugye előtte itt laktak a koalák, és igen, a koalák és mutálódtak a banánok, és ugyan... még a koalagének bennük voltak, igen, és egy banánfejű koalák lettek. Banánfejű koalák? Igen. Egyszerűen hihetetlen. És itt jön be a Nike, érted? Itt jön be a Nike-nak az üzletpolitikája. Ugyanis megcélozták a 7-12 éves ázsiai kisgyerekeket. Na most ezt hogyan tudták megcsinálni? Az én kicsi pónim segítségével. Az én kicsi pónimnak adtak banánfejet és malájok. Tehát hogy igaziból ennyi volt. Bejöttek, itt lettek hirtelen a 320 ezeren. Megyünk telefonon, és nagyon. Jó, már akkor itt lemegyünk, és ott jövünk kettem azonnal. Na, akkor még. Igen, várjál. Igen, igen. És hirtelen elnépesedtek. Jó, itt most csak ázsiai gyerekek. Nem, az csak az üzletpolitika. Jó, és akkor utána maradtak a banánfejű koalák? Igen, a banánfejű koalák. A Nike hogy jött be? A Nike úgy jött be, hogy van az a templomtorony, és az alján áll, egy szoros összekötetésben áll a Vatikánban. Most a Vatikán és a pápaság igaziból, tehát nem tudom, látod-e már a pápa cipőjét? Láttad már? A Nike, tehát én nem tudom, hogy láttad már, de nem mondom neked. Pápa mióta jár Nike cipőben? Hát azóta, mióta ilyen rohadt nagy leple van, és abban járunk be akar, mert nem látom. Tényleg, akkor magas sarkba is járhatna, nem? Hát igen, az második Kalixtusz volt, de erről most nem akarok beszélni. Hát maradjunk a koalákkal. Ezt akarom mondani, tehát amikor a Vatikán, mert ugye jöttek ezek a jött igaziból Robi Hoodtól indult ki az egész mozgalom, ugyanis ott volt az a nagy kövér barát, aki folyamatosan ivott. Julianus barát, pontosan. Jött Julianus barát sokat mászkált, és föltörte a cipőjét ez a hülye kis sarú. Ekkor gondolta a pápa, hogy Nike cipőt vesz Julianus barátnak? Igen, tehát a Nike az igaziból már a 13. század óta datálja magát, csak különböző bürokratikus húzások. Csak ide nem ért el a Nike, mert a koalát teljesen lezárták. Igen, elzárkoztak a külvilágtól, mert szégyelték magukat, hogy banánfejűek. Abszolút, nem tudtak szegények mit csinálni. Főleg úgy, hogy akkor már a melegek mozgalmai elég erősen a 16. század környékén, mert a melegek nagyon mozgolódtak. És akkor, hogy is mondjam, a különböző... Kivált, mindjárt ki kell. Meleg pártfogók, koala banánok. A banánokba találtak pártfogást. A banánokba találtak a meleg pártfogást. A koalák fejét. Ugyanis a koalák fejét tökéletesen kielégítettek egyet szükségoteiket. Tehát rájöttek a buzik a koalák. Igen, igen. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kis homár-banán parti lett az egész. Ja, de Nike cipőpot. De Nike persze, cipőbe. Persze, mert második Kalixtusz elterjesztett a Nike drácba. Ordítsuk már egyet. Megyünk. Ja, már megyünk. A francos nem fogjuk tudni a végén. Hatalmas teljesítmény volt. Ez egy orgazmus. Ez a YouTube lesz, hogy én.